Az előző napokhoz képest valamivel enyhébb időjárásban lesz részünk a következő néhány napban. Hétvégére azonban ismét fagyos reggelekre ébredhetünk több helyen, és a nappali hőmérséklet sem haladja meg a plusz 3, plusz 4 Celsius fokot. Ma éjszaka nem kell fagyra számítani, átlagosan 1 és 3 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. A hőérzetünk ennél alacsonyabb lehet, ugyanis helyenként felerősödik a szél. Országszerte csapadékra kell számítani, ami egészen a hajnali órákig kitart, reggelre a legtöbb helyen azonban feloszlanak az esőfelhők. Csütörtökön sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, enyhébb időre készülhetünk. Többnyire gyenge, mérsékelt lesz a délkeleti szél. Magyar Kanizsán és Szabadkán 6 fokot mérhetünk napközben, ezeken a tájakon sűrű felhőréteg borítja az eget. Az ország többi részén változóan felhős, napos időre van kilátás 7 fokos csúcsértékekkel. Belgrádban és Topolyán 9 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszála. Ami a hosszabb távú előrejelzést illeti, pénteken valamelyest felmelegszik az idő. A legalacsonyabb hőmérséklet 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok lesz. Szombaton borús, hideg, szeles idő várható, havas esővel, havazással. A hetet száraz, hideg vasárnap zárja, hajnali faggyal és 1 fokos nappali maximumokkal. A hét első napján hétfőn is folytatódik a hajnali fagyos időjárás 4 fok körüli csúcsértékekkel. A környező országokban változó, jobbára felhős napos időszakok váltják majd egymást a holnapi nap folyamán. Az Adria térségében néhol 10 és 12 fokot is mérhetünk. Szarajevóban 10 fok lesz napközben, míg Podgoricán 12 fokig melegszik a levegő, a délelőtti órákban azonban köd nehezíti a látási viszonyokat. Csapadék Szegeden, Bukarestben és Nizsben valószínű. Átlagosan 3 és 12 fok közötti értékekre van kilátás a régióban.